A Rudas iskola 7 kitűnő sportolóját és tanulóját hívta össze az iskola igazgatója és a DKKA ügyvezetője Szemenyei István. Az eseményen jelen volt Csapó Gábor, a Dunai Városi Szakképzési Centrum főigazgatója, Radulovics Bojana, a Kézilabda Akadémia szakmai vezetője, valamint György László és Vártok Ákos edzők is. Szemenyei István azt mondta, hogy a március 6-ai ünnepség fontos, hiszen szinte napra pontosan 7 évvel ezelőtt ekkor alapították meg a Dunai Városi Kohász Kézilabda Akadémiát. Emellett 7 tanulót köszönhettek, akik a féléves tanulmányi eredményeik miatt kiérdemelték az elismerést. Az ajándékokat Radulovics Bojana és Csapó Gábor adta át a fiataloknak. Frányó Laura jobbátlövő és irányító, Szabó Tekla balszélső és irányító, Veres Barbara jobbátlövő, Borbás Jennifer jobbszélső, Takás Cecília irányító, Koroncai Petra irányító és Kovács Vivien kapus kaphatta meg az elismerést. Viszonylag egyszerűen volt már rá 11 évem, hogy ezt megtanuljam, szóval a mindennapos tanulás ez része az életemnek, még akkor is mondjuk, hogyha egy dolgozat 3 vagy 4 nap múlva lesz, tudom, hogy mikor van időm, le kell ülnem és át kell néznem. Általában csoportosan szoktunk tanulni, mert így tudjuk egymást segíteni, és sokkal egyszerűbb. Szemenyei István, a Rudas iskola igazgatója azt mondta, hogy az önkormányzat és az akkor még Dunai Városi Főiskola felkérésére Radulovics Bojana szakmai irányításával 2011-ben indították el az akadémiát azért, hogy nemzetközileg is elismert szintre emeljék a Dunai Városi női kézilabdát. Azóta is fontos számukra az, hogy minden korcsoportnál magas szintű munkát végezzenek, és a fiatalok örömmel járjanak edzeni. Az, hogy élsport mellett kitűnően tanulnak a diákok, elismerendő dolog. Az, hogy ebben az iskolában 50-60 kézilabdás tanul, ez azért foglalkoztatásban, kollégium kihasználtságban nagyon könnyen kimutatható, hogy milyen konkrét gazdasági haszna is van. Az, hogy a kézilabdásoknak a tanulmányi átlaga, és ez most komolyan mondom, nem csak így elsemlítők, magasabb, mint egyébként az iskolai átlag, azt mutatja, hogy a sport és a tanulás igenis összepárosítható, és bizonyos szint fölött azt tud igazán jól kézilabdázni, aki egyébként is motivált, értelmes, fogékony, és ez megmutatkozik a tanulásban. Csapó Gábor, a Dunai Városi Szakképzési Centrum főigazgatója azt mondta, hogy el kell ismerni a tehetséges diákokat. Azt is hozzátette, hogy a Rudas iskola kollégiumát folyamatosan korszerűsítik, valamint egy körülbelül 500 millió forintos pályázattal az udvaron egy piknikezőt, illetve más sportberuházásokat is végrehajtanak majd.